Bodrozsán Alexandra ismét felborzolta a kedélyeket, most azonban fel is jelentették a járványügyi szabályok megsértése miatt. Terényi István volt Fidesz tak fordult a Kecskeméti rendőrkapitánysághoz, írta a pestisrácok.hu. Ennek oka, hogy Bodrozsán Alexandra másokkal együtt Brüsszelben járt, ahol az Európai Parlament potentáltjaival is találkozott volna, de arról tájékoztatták őket, hogy a vizit elmarad a koronavírus járvány miatt. A csoport tagjai ennek ellenére elindultak egy kiadós városnézésre. A képviselő hazatérve Kecskeméten teljes erőbedobással kezdte el szervezni a segélyszolgálatokat, amelyek az időseknek igyekeznek támogatást nyújtani, növelve így annak esélyét, hogy épp tőle vagy egy másik aktivistától kapják el a szépkorúak a sok esetben halálos kimenetelű kort. Ráadásul március 15-én a szövetség a Híros Városért Egyesület képviselője legalább 15 idős ember társaságában mindenféle védőeszköz nélkül koszorúzni indult Kecskeméten. A helyi Fidelitas ezek után jogosan tette fel a kérdést, hogy mekkora veszélye van annak, ha valaki veszélyeztetett területről tér haza, akkor miért nem vetette magát alá az önkéntes karanténnak? A Fidelitás emlékeztette a politikust, hogy maga sem tudhatja, megfertőződötte a koronavírussal, hordozója-e annak. Bodrozsán Alexandra ellátogatott például a Kecskeméti Vásárhelyi Pál általános iskola és alapfokú művészeti iskola gyermekszínjátszó találkozójára is, amelyen a gyermekeken kívül számos felnőtt is részt vett. Tényi István azért fordult a Kecskeméti rendőrkapitánysághoz, hogy ők vagy adott esetben más szerv vizsgálja ki, fennáll-e a járványügyi szabálysértés gyanúja. A Kecskeméti Televízió több elérhetőségen is kereste Bodrozsán Alexandrát a témában, ám őt még a Kecskeméti Momentum helyi szervezetének kommunikációs elnökségének tagja sem érte el.